Az a kérdés, hogy mással kell-e etetni a kutyát ősszel és télen, mint nyáron a melegben. Itt azon múlik a válasz, hogy tartjuk a kutyust, hol él a kutyus, milyen életvitelt él a kutyus. Nem lehet erre a kérdésre egyszerűen felelni. Ha egy olyan kutyáról van szó, aki kinn él a kertben, és mondjuk kennelbe éli le az életének a legnagyobb részét, vagy szabadon mozog a kertben, már ez is különbség. Főleg különbség, hogyha lakásban tartott kutyáról van szó, a panellakás 8. emeletén, egészen más az életvitele ennek is, meg annak a kutyának is. Ha az időjárás viszontagságainak jelentős mértékben ki van téve, magyarul kint él, és esetleg még a mozgás szabadsága is az korlátozott, ne is beszéljünk arról, hogy esetleg láncon tartják, bár ez most már jelentősen tiltott, de tehát, hogyha a mozgás szabadsága is korlátozott, akkor bizony nagy szüksége van a kutyának arra, hogy fölszedjen magára egy olyan zsírréteget a téli időszakra, amely megvédi őt majd a hidegtől. Ezt a zsírréteget magunk fogjuk tulajdonképpen fölépíteni a kutyának a bőre alá, hogyha a zsírban, energiában, legfőképpen persze zsírban, dúsabb élelmiszerrel tápláljuk őket már a késő ősszel elkezdve. Nagyjából körülbelül 6 hetet kell arra számolni, hogy egy ilyen védőréteg, egy ilyen védőtakaró réteg kialakulhasson a kutyuson. Ezt kell bekalkulálnunk. Tehát a nagy hidegek november végén már azért általában beköszöntenek, decemberben már mindenképpen, tehát az október végén bizony el kell kezdeni ezt a fajta változást előidézni a táplálással. Ha izgalmasabb kérdés, mert nem annyira egyértelmű a válasz, hogyha egy olyan kutyáról beszélünk, aki a panellakásban él, tehát 25 fokban, a nap 90%-át 25 fokban éli le, száraz levegőn, és akkor kétszer vagy háromszor egy nap kivisszük a mínusz 10-be esetleg. A kutyának a hőérzete az jelentősen változik, attól függően például, hogy milyen talajon jár, mennyire hideg az a talaj. Ennek következtében sok esetben a kutya hőérzetét befolyásolni lehet akkor avval is, hogyha a sólétől is megóvva őt, picit cipőcskét adunk rá. Ez már önmagában tulajdonképpen a hidegtől is védi, az áthűléstől, a lábvég áthűlésétől is védi. De vannak esetek, amikor akármilyen betegség miatt, például ha a szőrtakaró nem megfelelő minőségű, nem megfelelő vastagságú, vagy az ajszőrzet, vagy a fedőszőrzet, vagy mindkettő részlegesen, vagy teljesen hiányzik a kutyáról, akkor akár szeretjük nézni, akár nem szeretjük nézni, bizony kis kabátot rá kell adni az ilyen kis kutyára. Ezek jellegzetesen egyébként általában kis kutyák, mini testű kutyák, akik elvesztik a szőrtakarójukat, különböző hormonális betegségeket lehet ide hozni okként például. Tehát önálluk úgy kell fölkészülni a télre, hogy legyen egyfajta védelem az alatt a 20-30 perc alatt, amíg sétálunk vele. Annak a kutyának viszont az etetését kell megváltoztatni, aki valóban kintölti az egész napot a szabad ég alatt.